Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkezünk a következő videómhoz. Végre valahára elindulok vásárolni. Méghozzá nem mást fogok vásárolni, mint lovas cuccokat, vagy lónak való cuccokat. Nagyon régóta szerettem volna már elmenni, és kés csoda, hogy most végre kocsiba tudtam ülni, és el tudok indulni. Nincsen túl közel hozzánk a Horze, úgyhogy 50 perces út előtt állok. Valószínű, hogy ezért nem sikerült még egyébként eddig elindulni, de most 17 óra 22 perckor megtörténik. Nem kell kifejezetten egyébként sok dolgot vennem, viszont apróságok, és szükségem van rájuk. Hú, úgyhogy szerintem induljunk is el, mert hétig van nyitva a Horze, és nem szeretnék elkésni, mert szükségem van azokra a dolgokra. Mivel most viszonylag céltudatosan fogok menni, így kevesebb dolgot fogtok látni bentről, viszont ha hazaértem, akkor tudja, hogy meg fogom mutogatni egyesével, hogy miket vettem. És természetesen azután ki is fogunk menni Enjoyhoz, nem ma, az egy holnapi program, de ettől függetlenül elmegyünk együtt és meglátogatjuk, de most már induljunk. Hú, ez egy kemény menet volt. Ilyenkor a nulláson jönni mindennél jobb, felbecsülhetetlen, hatalmas forgalom van, éppen ide értem. Negyed hét van, ha jól sejtem, mintha az előbb ezt lettem volna. Most gyorsan bemegyek, hogyha van valami fontos, amit szeretnék mutatni, akkor azt megmutatom nektek, és utána menjünk haza, és nézzük meg, hogy miket gyűjtöttem be. One hour later. Képzeljétek el, olyan későn értem ide, hogy már szinte senki nincsen az üzletbe, és cukik voltak, lehúzták nekem a zenét, úgyhogy most megint együtt vásárolhatunk. Itt vagyok a táplálékkiegészítős és lóápolási kis sarokba, és ilyen nagyon alap dolgokra van szükségem, nyeregszappan, bőrzsír, farokspré, meg ilyen dolgokra. Lemerült a kamerám. Úgyhogy gyorsan körbenézek, utána folytatjuk tovább, mert azért zárás előtt végezni szeretnék. Megláttam az egyik dolgot, amit nagyon szerettem volna már, és remélem, hogy jót lett. Ennél vakányabb fésűt még nem láttam. Imádom, ami barna bőrrel van összevarva, úgyhogy... Lehet, hogy hülye vagyok, de ez nagyon tetszik. Alakulunk, egyre több minden megvan. Mégse olyan kis bevásárlás lesz, úgy érzem. Mutatták a csajok az új kollekció. Tiszta csillám. Közbejárások. Szabadtéri szezonra újítsunk ilyet Enjoynak. Azt mondtam nektek múltkor, vagyis úgy emlékszem, hogy mondtam, hogy elhoztam egy invédőszettet, de olyan szó-szó Enjoyra, és megkérdeztem a csajokat, hogy mit tudnak ajánlani, és jött egy új szett, megpróbálom úgy fogni, hogy lássátok, ami teljes mértékben megfelel az új fei szabályoknak, amit hogyha valaki követi, akkor konkrétan érthetetlen. Az istálóban is erről beszéltünk egy ilyen jó fél órát, hogy most akkor melyik mehet, melyik nem. És ez működőképes, ez biztos jó, úgyhogy elviszek egy ilyet, és felpróbáljuk Enjoyra, hogy hogy áll. Aztán, hogyha ha jó, akkor lehet, hogy megvan az új szettem. Haladok, egyre több minden, nagyon kellene egy új csizma, de valahogy erre még nem vettem rá magam, úgyhogy megnézzük az új nadrágokat, utána az új felsőket, és azt hittem, hogy lassan meg vagyunk. Az van, hogy a csajok egy kicsit belendültek, és négy nadrágot felpróbálok. Megmutatták, hogy milyen felsőket nézek még meg, amik nagyon királyak, úgyhogy most jöttem felsőket és zoknikat válogatni, utána a próbafülkébe folytatjuk,
és még mindig igyekszem zárás előtt végezni. Következő a helyzet. Tele vagyok ruhával, amit megint nem akartam egyébként, de ezt a májva színt egyébként is imádom. Ezen kívül tele vagyok nacikkal. Ezt a nadrágot nem én akarom felpróbálni. Szóval nem én akarom felpróbálni, viszont megkértek a lányok, hogy vegyem fel, és menjek ki benne, és mutassam meg, mert senki nem volt hajlandó eddig felpróbálni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ennek ilyen kis bőrbetéte van, haláli. A lehető leggyerekesebb zokniba jöttem, viszont ez a nadrág rendesen jó. Oldalt ilyen lyukacsos, szellőzős anyaga van, úgyhogy ez nyilván már tavaszi-nyári nadrág, de elég jó. Egész végig gripes, és írja is, hogy grip. Helyzet a következő. Felvettem a piros nadrágot. Vegyes érzéseim vannak. A piros színt még mindig nagyon nem szeretem, viszont a fazon nagyon-nagyon bomba. Egyetlen egy problémám van még vele, hogy baromira átlátszó. Úgyhogy ha ilyen nadrágot vesztek piros színben, mert esetleg nagyon szeretitek a pirosat, ne vegyetek hozzá fekete bugyit. Hogy így minden után így néz ki a nackó, és rendesen nagyon jó. Nem fordulok szemmel, mert az egész bugyi már látszik. De egyébként ez is egész végig belül grippes. És csereszín. Ez egy az egyben jön velem. Közben egyébként felvettem az egyik spuxos pólót, ami új kollekció, és egy új farmert. Az a helyzet, hogy régen, ilyen 15 éves koromban körülbelül, nagyon szerettem volna farmer lovaglónadrágot, viszont nem tudom, hogy most szeretnék-e. Igaz, nem tudom eldönteni. Tetszik is, meg nem is, de egyébként ez is egy új kollekció. Nem is vészes az ára egyébként lovagló nadrághoz képest. A felső még mindig ugyanaz rajtam, viszont meg fogtok lehet lepődni, hogy milyen nadrágot kaptam fel. És itt egy kis spoiler, megint. Ezt a nadrágot láttátok már rajtam egyszer, és szerintem ez mutatja, hogy ha másodjára is felpróbálsz egy nadrágot, és konkrétan visszajössz érte, akkor sajnos ezt meg kell venni. Ezt a nadrágot most már muszáj. Spuxnak új kollekciós versenypólója. Ennél cukibbat. Ez a nyak. Nem tudom, mi a véleményetek. A nadrág egyébként ugyanaz rajtam. De ez a felső. Nekem 10 per 10. Van belőle egyébként még bordó, meg kék is, de ilyen színű versenyingem még nincsen. Úgyhogy szerintem a jövő szezonra megvan az első új versenyingem. Színben hozzá passzoló esőkabát. Valahogy nekem nem volt ilyen Kingslandes átlátszó esőkabátom, amit egyébként évek óta bánok, de szerintem ezzel kiváltom. The next day. És haza is értünk. Igaz, másnap vagyunk, de hazaértünk. Tegnap este már kicsit fáradt voltam, és nem volt energiám előszedni újra mindent, és neki kezdeni megmutogatni a dolgokat, de mindenképpen bele szerettem volna rakni a videóba, és elkezdtem már megvágni, és rájöttem, hogy nagyon hosszú lenne akkor, hogyha most megmutogatom a dolgokat, de aztán még ki is megyünk, meg stb. Stb. Úgyhogy a videó másik részét, miszerint meglátogatjuk Enjoyt, és kint is elpakolom a dolgokat, és hogy mi hogy áll Enjoyom, azt egy következő videóban fogjátok látni,
Úgyhogy végre lesz még egy lovas tartalmam. Remélem, hogy örültök neki. Arra egyébként kitaláltam már egy tök jó koncepciót, úgyhogy remélem, hogy fogjátok szeretni. De most még itt vagyunk, úgyhogy megmutatom nektek a dolgokat. Viszont tegnapról mára történtek érdekes fejlemények. Tegnap a boltba beszélgettem a csajokkal, és megemlítették nekem, hogy nagyon sokan szülővel is, vagy akár egyedül mentetek oda úgy az üzletbe, hogy láttatok nálam egy adott terméket, és mivel valószínű, hogy sokan mentetek, amit egyébként köszönök nagyon, hogy ennyire adtok a szavamra, felajánlottak egy olyan lehetőséget, hogy lehetne egy kuponkódom náluk, amivel ti kapnátok kedvezményt. Egy 10%-os kuponról van szó. A Horzénál van törzsvásárlói kártya, ahol adott összegenként adott százalék kedvezményt kapsz, viszont ez a kupon, ami egy 10%-os kupon, teljes mértékben kiváltja a törzsvásárlói kártyát, nyilván együtt nem működnek, viszont összegtől függetlenül fix 10%-ot kapsz a végösszegből, hogyha vagy online beírod a megjegyzés rovatba a Rebeka 10 kuponkódot, vagy ott a kasszánál személyesen mondod be. Remélem, hogy örültök neki, és remélem, hogy fogjátok is használni, és fogjátok tudni használni. Hát, ha így egy kicsit vissza tudok adni nektek abból a sok szeretetből, amit kapok tőletek. Úgyhogy a kuponkódot még el fogom mondani, és le is rakom a leírásba, viszont kezdjük el átnézni a cuccokat. Azt se tudom hirtelen, hogy hol kezdjek, annyi mindenem van. Azt hiszem, hogy ruhával fejeződtek be azok a részek, amik most voltak a videóban. Úgyhogy most megmutatom, hogy végül miket hoztam el. Az első az a kék nadrág, amit mutattam nektek. Imádom ezt a gatyát. Igaz, hogy lovagolni még nem lovagoltam benne, de tegnap óta folyamatosan ez van rajtam itthon. Bence szerint is nagyon vagány, és nagyon jó a színe is, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy megtaláltam. Ezen kívül természetesen elhoztam a másik B-Vertigo gatyit is, amit mondtam nektek, hogy egyszer már majdnem megvettem, de akkor még túl hideg volt hozzá. Most viszont kezd javulni az idő, úgyhogy ez is eljött velem. Egyértelműen hazahoztam a kis spooksos verseny inget. Nem láttam még soha ilyen nyakat verseny ingnél. Tudjátok, ez a tipikus, mint a paperbag nadrágok, ugyanolyan nyaka van, ilyen kis gumírozott egyébként, nagyon kényelmes, és versenyingeknél nagyon sokszor van az a nagyon folytó érzésem, amit kifejezetten nem szeretek, ez viszont nagyon kényelmes, úgyhogy ennek nagyon megörültem. És ruhák terén végül, de nem utolsó sorban elhoztam a Sailjacky per esőkabátot is, és reggel egyébként már elmentem boltba, szakad az eső, úgyhogy azonnal hasznát vettem. És ennyit rólam, térjünk át Enjoyra, mert neki több mindent vásároltam. Nagyon változó témakörökben. A kedvencem természetesen a játéklabdája. Többen elkeserítettek, hogy az ő lovuk egy nap alatt szétszette, és cafatokba hevert reggelre a boxban. Remélem, hogy ez nálunk nem így lesz. Annyira szeretném, hogy játszom vele, és tudjátok, így lögdösse, meg karabdálja egy kicsit, de ne annyira, hogy szétszedje. Na mindegy, ezt a következő videóba kivisszük, és fel fogjuk nekik kötni, és meglátjuk, hogy mit kezd vele, és hogy meddig fogja bírni a labda. Viszonylag sok kefét vettem, egy darab kefét hoztam el otthonról, viszont ez egy sima puha kefe, és szerettem volna kicsit spécibb keféket is venni, úgyhogy vettem egy nagyon-nagyon puha, hogy mutassam, hogy lássátok, fejkefét. Viszonylag hosszú a szőre, és nagyon puha, úgyhogy tökéletes fejre. Vettem ezt a kicsit tömörebb, picit keményebb szőrű kefét, ez testre tökéletes, és nagyon kényelmes a fogója. Elég béna vagyok egyébként ilyen kefet téren, vagy lecsúszik a kezemről, vagy túl nagy rá, vagy nem tudom én micsoda, úgyhogy erre szoktam figyelni, hogy kényelmesen beleférjen a kezem. Vettem egy kefét, amit őszintén megmondom, hogy teljesen indokolatlanul vettem, egy oka van, hogy megvettem, ez itt. Egy göndör, sörényű lovacska. Annyira cuki volt rajta a ló, hogy az egyébként teljesen indokolatlan gyökérkefét megvettem. Biztosan fogom tudni használni, de nem kifejezetten volt rá szükségem, de nagyon cuki, és hát szerintem rájöttetek már, hogy szeretem a cuki dolgokat. És vettem még egy kefét, ezt a nagyon-nagyon hosszú, sima szőrkefét. Ez is egy kicsit, látjátok, keményebb, viszont ne kövessétek a példám, nem vagyok rá büszke, de nagyon sokszor, hogyha sietek, akkor egy teljes ápolás helyett csak
ezzel gyorsan át szoktam húzni a jószágot, és ülök is fel rá, és haladok. Főleg, amikor meg van nyírva, és nem kifejezetten akarom gyűrni a bőrét vakaróval, akkor ez a tökéletes kefe. A következő két dolog, amit vettem, az egyiket azért vettem, mert nem hoztam, a másikat pedig azért, mert a második nap után, ahogy felköltöztem, elhagytam. Az első az egy fésű kefe. A másik pedig egy patakaparó. Fésűm nem volt, patakaparómat elhagytam, mind a kettő ez a nagyon szép bőrborítású, nyilván nem igazi bőr, de bőrborítású markolattal, fekete és a sötét barna együtt a gyengém, úgyhogy új szett. És akkor a kefén keresztül áteveznék az ápolós vizekre. Van nálam egy nafos sörényfény, ezen nem nagyon kell igazából amit magyarázni, ha szeretnéd kifésülni a lovat farkát, amit nyilván szeretnél, akkor szükséged van ilyenre. Ezt már használtam, szeretem, úgyhogy ebből feltároztam. Meg egyébként 750 ml-es, úgyhogy ez eltart egy darabig. Ezután vettem egy olyan hülyeséget, amire tök nincs egyébként jelenleg szükségem, viszont ki akarom majd próbálni valamikor, úgyhogy már most megvettem. Ez egy sörény fonó hab. Amikor bogyózol, a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy a frissen mosott sörény úgy csúszik, mint a fene, úgyhogy ez egy hab, amit rá tudsz fújni fonáshoz, hogy ne csúszson. Vettem kettő darab nyeregszappant, és tudom, hogy nem a legjobb megoldás a pumpás, viszont nagyon kényelmes, és ezek tisztítottak nekem eddig a legjobban. Nem nagyon szeretem azokat, amik ilyen tégelyben vannak, mert vagy nem habzanak, vagy nem tudom én micsoda, ezek jöttek be. Ezt még nem próbáltam, ez a kedvencem eddig, de gondoltam, veszek egy ilyet is, és kipróbálom. Vettem egy nyereg balzsamot is, ez igazából bőrzsír, ez is nafos, és vettem még egy valamit, amit soha nem próbáltam ki, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy működik. Bőrolaj, viszont ilyen formátumban, nem fogok belőle kifújni, de értitek, ilyen aeroszolos formátumban. Nagyon hasznos tud lenni szerintem versenyen, amikor sietsz, vagy nem akarod bezsírozni a kezedet, kesztyűdet, csak felülés előtt gyors fújsz egy picit a nyeregre, csizmádra, teljesen mindegy mire, úgyhogy ezt is ki fogjuk próbálni. Ezen kívül vettem még egy patazsírt is, amire nyilván minden lónak szüksége van, vettem hozzá egy ecsetet is, ebbe semmi extra nincsen, ezt majd a következő videóban egy kicsit jobban kifejtem, hogy melyik milyen illatú, hogyha érdekelt titeket, és egy kicsit jobban kipróbáljuk ezeket. Ahogy a vásárlás végén nyilván láttátok, vettem kettő darab jutalomfalatot Enjoynak. Néha kicsit kényeztetni is kell a gyereket, úgyhogy vettem neki pár finomságot. És vettem magamnak egy megnyugtató eszközt is, ugyanis legyetek rám nagyon büszkék. Amióta felköltözött Enjoy hozzánk, azóta zablába lovagolom, ami kifejezetten nehezemre esik, tekintve, hogy mielőtt odaadtam Sanyinak, az elmúlt 3 vagy 4 évben hakamorral lovagoltam, és nagyon hozzászoktam már, és nagyon kényelmes volt, de megnyugtatásképpen, hogy bármikor tudok váltani, ha akarok, vettem egy pelhemláncot, és hozzá egy öntapadós fáslit, hogyha kell, akkor bármikor át tudok váltani hakamorra. Vettem neki egy szett pataharangot, mivel ha kikerül karámba, akkor megvadul. És az csak a kisebb baj lenne, ha megvadulna, egy kicsit buta is lesz, és random összeakadnak a lábai, és elesik, vagy belelép a párta szélébe, vagy bármi, úgyhogy vettem neki egy pataharangot. Vettem ezt az invédőszettet, amit ugye mutattam nektek, hogy tökéletesen megfelel a fej új szabályzatának. Ezen igazából nincs is többet, mit magyarázni, ki fogom próbálni, hogy hogy áll rajta, jól néze ki, de a lényeg az, hogy ez direkt fej szabályoknak megfelelően lett gyártva, úgyhogy ezen nem kell gondolkozni. Ja igen, ezt majdnem kihagytam, vettem egy sarkantyúszíjat magamnak, mert a mostani sarkantyúszíjam az már egy kicsit kezd kikopni és kezd elszakadni. Vettem egy új sarkantyút is, mert ami itt fent van nálam, az sokkal tompább, és régen ezt használtam rá, felváltva a másikkal, és vannak napok, amikor cserélgetni kell a sarkantyúmat, úgyhogy vettem egy új sarkantyút is. Itt van egy kantár, amit nem vettem, hanem cseréltem,
mert az egyik kantár, amit vettem nem olyan régen, az kicsi lett Enjoyra, úgyhogy kicseréltem egy nagyobbra. Ezt is felpróbáljuk majd rá a következő videóban. És már csak 2 darab termékünk maradt a videó végére. Az egyik, az egy nagyon uncsi kantárakasztó, akinél az istálóba nincsen nyerges, és ládából öltözködik, és ládába tartja minden cuccát napi szinten, azt tudja, hogy mennyire zsúfolt tud lenni egy láda, és mennyire kaotikusak tudnak lenni az állapotok. Úgyhogy vettem egy akasztót, hogy kicsit egyszerűbb legyen rendszerezni a dolgaimat. És a legutolsó termék, amit meg szeretnék nektek mutatni, az nem más, mint egy új pár kesztyű, és igen, kék. Ez az egyetlen szívfájdalmam van ebbe az egész videóba, hogy el kellett váljak a kedvenc színemtől. A kesztyűim, amiket használok egyébként, mind ugyanolyan színű. Ha jól számolom, körülbelül 6 éve csak az a barnás, sárgás, nem is tudom milyen színű kesztyűm van. De sajnos jelenleg nem volt a horzéba, úgyhogy egy ilyen kéket vettem. És az az igazság, hogy mire újra versenyezni kezdek, addigra ez tuti el fog kopni, úgyhogy fogok venni majd egyet abba a színbe, amiben szeretek versenyezni. Viszont muszáj volt már vennem egyet, mert a másik annyira nagyon el van kopva, itt felül is tudjátok, teljesen ki van kopva, hogy nemhogy nem segít a lovaglásba, csak hátráltat, annyira csúszik. Úgyhogy ez az utolsó termékünk. Egyébként, hogyha valakit érdekelne, akkor 6 és feles a méretem kesztyűbe. Nem tudom egyébként, hogy kit érdekelne, de gondoltam, elmondom. És akkor ezzel a végére is értünk egyébként a cuccoknak. Még egy dolgot szeretnék nektek elmondani, mielőtt kiköszönök. Ezt is a csajok mondták, amikor pakolták össze nekem a cuccokat. Képzeljétek, teljesen kivonják a nylon szatyrokat a boltjukból, csak és kizárólag vászontáskákat lehet majd kapni náluk, amit egyébként, ha szemfülesek voltatok, akkor figyeltetek ott a pakolós résznél is. Tök jó látni egyébként, hogy az ilyen nagy cégek is nyitnak a környezetvédelem felé. És akkor ezzel a végére is értünk ennek a videónak, remélem, hogy tetszett nektek. Ne felejtsétek el, hogy a Rebeka 10 kuponkóddal 10% kedvezményt tudtok kapni a vásárlásotok végösszegéből, mind webshopon, mind élőben. Üzletekben 2 hétig tart a promóció, 2 hétig tudjátok beváltani a kuponkódomat. Ez nem egy promóciós kuponkód, én nem kapok pénzt a ti vásárlásotok után, úgyhogy a kedvezmény az csak nektek jár, használjátok ki. Foglak még titeket emlékeztetni a 2 hét alatt Instán is, hogy el ne felejtsétek, hogy mettől meddig tart a kupon. Még egyszer remélem, hogy nagyon örültök neki. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!